Köszöntöm Önöket, ez az Építők kézilabda magazin, a Telekom Veszprém magazin műsora. A 14 gólos előny tudatában könnyű hazai visszavágó várt az Építőkre a Bajnokok Ligája 8-ad döntőjében. Annál is inkább, mert a Várdászkopje igen nehezen küzdötte le a két város közti 900 kilométeres távolságot. Hogy a koronavírus járvány mindent fenekestül felforgatott a kézilabdában, az ma már teljesen világos. De az, hogy emiatt a Várdászkopjénak több mint 900 kilométert kellett buszoznia, az azért mégsem szokványos. Pedig mivel nem talált megfelelő repülőjáratot, más opciója nem maradt. Így nem csoda, hogy roppant fáradtan kezdett neki a visszavágónak, amely már csak formalitásnak tűnt, hiszen a Veszprém egy héttel korábban Észak-Macedóniában gyakorlatilag eldöntötte a párharc sorsát. Talán tudta ezt a Várdár is, amely inkább csak becsületből próbált helytállni. Így a találkozó elején még felvette a ritmust a vendégcsapat, sőt Christian Dissinger gólja után 2-1-re vezetett is. Igaz, ez volt az első és az utolsó alkalom is egyben, amikor előnyben volt, ráadásul ezzel a német átlövő is előtte minden puskaporát. A folytatásban edzőmérkőzés jellegű lett a találkozó. 6-6-ig kis túlzással mindenki gólt lőtt a hazai csapatból, aki épp pályán volt, innentől viszont már leszakadt a Várdár. A 20. percben Daniel Siskarjov révén 13-10-re ment az Építők. Az első félidő utolsó percében pedig Kent Robin tenészen találatát követően már 6 gól volt az előny. Ebből Patrick Válcsák egyet még lefaragott, így 20-15-tel fordultak a csapatok. A második félidőben a skandináv különítmény még tovább nyitotta az ollót a két csapat között. Andreas Nilsson és Tönészen ugyanis szépen termelte a gólokat, és ehhez Siskarjov is csatlakozott. Manuel Ströblek is berámolt 2-t a kapuba, így a 39. percben már 10 volt a különbség. A helyzet a folytatásban sem igazán változott, a Veszprém maga biztosan tartotta előnyét. 10 perccel a vége előtt Kante Mayé varázsolt. A hazaiak irányítója a lábak alatt súhintotta a hálóba önmaga második találatát. A hajrában az előző meccset sérülés miatt kihagyó Jorge Makeda is szóhoz jutott, aki 3 gólt is berámolt zsinórban. A 39-30-as végeredményt Lukács Péter passza után Manuel Ströblek állította be. A horvát szélső találatát a forduló legszebbjének választotta meg az EHF. Lukács szerint gólpasszához némi szerencse is kellett, összességében pedig nagyon örült annak, hogy 18 évesen bizalmat kapott egy BL meccsen. Csodálatos érzés volt a mai napon pályára lépni. Úgy gondolom, hogy minden kisrác száma az, hogy egyszer a Bajnokok Ligájába pályára léphessen. Nekem ma ez megadathatott, és nagyon boldog vagyok. Kent Robin Tönészen igazán hasznosan szállt be a kispadról. A norvég átlövő 7 perc alatt 4 gólt lőtt, és kiosztott egy gólpaszt is. Szerintem nagyon jó játszottunk ma. Remek hozzáállást mutattunk már a kezdetektől fogva, és azt gondolom, mind a két meccsen bebizonyítottuk, hogy most mi vagyunk a jobb csapat. A találkozón a legtöbb gólt Andreas Nilsson és Daniel Siskarjov lőtte. Az orosz szélső maga is meglepődött, amikor közöltük vele, hány találatig jutott. Really? Six? Valóban? 6-ot lőttem? I can be satisfied. Azt gondolom, ezzel elégedetnek kell lennem, hiszen ez is az idegenbeli találkozó két különleges meccs volt a számomra. 6 évet töltöttem el Skopjéban, így nekem ez egy nagyon érdekes összecsapás volt. Akárcsak az elsőn, a második meccsen is az lehetett a külső szemlélő érzése, hogy a Veszprém könnyedén elboldogul ellenfelével. Pedig ez korán sem volt így. Itt már nincsenek könnyű meccsek. A lényeg, hogy nagyon jól felkészültünk, és rengeteg gyors lerohanást tudtunk vezetni 60 percen keresztül. Persze ehhez az is kellett, hogy ők fáradtak voltak, és hogy jobban teljesítettünk az első meccsen, mint vártuk. Egyébként szerintem ott már el is dőlt a továbbjutás sorsa. David Davis szerint a legfontosabb dolog az volt, hogy a 14 gólos előnyük mellett is végig koncentrálni tudjanak a meccsre.
most of the match, yes, but there were some minutes that was a little bit it, but I mean it's normal. A mérkőzés legnagyobb részében ez működött. Volt néhány perc, amikor szétestünk, de ez teljesen normális. Persze elégedett vagyok, hiszen azért nem könnyű motiváltnak maradni 14 gólos előnyben egy ilyen remek csapat ellen. Mert oké, most is kikaptak 9 góllal, de sokszor volt olyan, hogy csak 2-3-mal mentünk. Szóval az ilyen meccsek fejben komplikáltak és trükkösek, de ott vagyunk a negyeddöntőben, és most ez a legfontosabb. A negyed döntőben pedig majd azzal a Nantal kell megvívni a Final Fourért, amely bár hátrányban kezdte a visszavágóját a Kielc ellen, mégis fordítani tudott és elbúcsúztatta az esélyesen meghitt lengyel csapatot. Minden csapat, amely bejut a negyeddöntőben, nem érdemtelenül van ott. A Bajnokok Ligája az egyik legszabályosabb, legtökéletesebb és legjobb kiírás, ami csak létezik. A nyolc közé nem érkezhet meg csak úgy valaki véletlenül, ezért már sokat kell tenni. És ez minden szezonra igaz. Itt már minden csapat ugyanazon a szinten van, éppen ezért nem érdekel, hogy a Nantal vagy valaki mással találkozunk-e. A lényeg, hogy itt már minden meccs nagyon komoly. Jön a Nant, meglátjuk, hogy mit fogunk velük játszani, de én nem aggódom. Most ez a két legfontosabb meccs, amit meg kell vívnunk ebben a sorozatban. A negyed döntő első felvonását május 13-án rendezik Nantban. Illusztris társaságban vett részt egy online konferencián Conte Mayé. A Veszprémi irányító jószolgálati tevékenysége részeként két meccs között Dominik Kleinnel és Anja Althausszal együtt az internetes zaklatásról cserélt eszmét, illetve hívta fel rá az emberek figyelmét. Az EHF Bajnokok Ligája hivatalos közösségi oldalán tartott beszélgetésben Conte Mayé, valamint Anja Althaus és Dominik Klein vett részt, mint a Plan International Deutschland nagykövetei. Hannah Jackson moderátorral együtt arról beszélgettek, hogy az online zaklatás egyre elterjedtebb, illetve hogy mit lehetne tenni a fiatal fiúk és lányok ilyen jellegű problémáinak megoldására. Már 6 éve segítek a Plan International nagyköveteként, különleges helyeken, speciális témákon dolgozik a szervezet. Ez a mostani téma nagyon fontos szerintem. A mai fiatalok számtalan eszközt használnak és élénk életet élnek a közösségi médiában, de mindenkinek óvatosnak kell lennie, mert a közösségi médiának a jó oldala mellett rossz oldala is van. Ezért fontos a téma Plan International számára, és én örülök, hogy részt vehettem ebben a beszélgetésben, és talán egy picit jobbá tudtuk tenni a világot vele. Erre szükség is van, mivel a Plan International 22 országra kiterjedő felmérésében 14 ezer lányt kérdeztek ki, és válaszaik szerint már 58%-uk volt áldozata valamiféle online zaklatásnak vagy bántalmazásnak. Számomra egy kicsit más a helyzet, mivel egyrészt elég széles az érdeklődésem, másrészt pedig sportoló vagyok, ezért amúgy is nagyon meg kell gondolnom, hogy miket posztolok. De ami sokkal fontosabb, hogy az átlagos iskolások, a 12-14 évesek, főleg a lányok, könnyen posztolgatnak olyat, ami aztán online zaklatást eredményez, és komoly mentális következményei lesznek, ezért nagyon fontos erről beszélni. Mayé arról is beszélt, hogy közvetlenül ugyan nem volt részese online zaklatásnak, de a profi kézilabdázók egy-egy klubváltásnál, átigazolásnál gyakran elég durva kommenteket kapnak. Ő ezt úgy kezeli, hogy a közösségi létet munkája részének tekinti. Semleges pályán Szigetszentmiklóson játszotta a Magyar Kupa 4-es döntőjét a Telekom Veszprém. A koronavírus járvány miatt buborékban volt a csapat 3 napig, de megérte, a 28. kupa győzelem lett a jutalma. Öt percig bírta a lépést a sárgamezes Balatonfüred a Telekom Veszprémmel az első elődöntőben, aztán 3-3-ról 10-3-ra húzott el az építők. György László, a Fürediek mestere, hiába kért időt Hadzsinórban dobott veszprémi találatot követően, még egy darabig nem változott a játékképe. A szélsők továbbra is villámgyorsan indultak, így a szünetre 23-12-es előnnyel vonulhatott az építők. Fordulás után megint felpörgött a Telekom Veszprém, és az elején percenként lőtt egy gólt, 8 perc, 8 találat. Aztán a félidő közepén Jorge Makeda vette kezébe a karmesteri pálcát, Zsinórban 3 gólt szerzett.
Amikor a hetedik lövéséből hetedik találatát ért el, már 20 góllal vezetett az építők. A Balatonfüred erejéből csak néhány szép megoldásra futotta. Az utolsó néhány másodpercben még belefért egy Lékai gól, így végül 43-26-ra győzött a Telekom Veszprém és bejutott a döntőbe, ahol a veszprémi KKFT-t legyőző Szeged várta. Azért ez nehéz meccs volt, mert a Balatonfüred mindig jól játszik. Az előszezonban felkészülési meccsen csak döntetlent játszottunk a Füred ellen. Az elődöntőben meg sosem tudhatod, mi történik, így nagyon komolyan kellett vennünk a meccset az elejétől, jó ritmusban, gyorsan játszottunk, és így végül meg tudtuk nyerni a találkozót. Épp Jorge Maquedát és a sérült Andreas Nilssont hagyta ki a keretből David Davis a döntőre, amelynek elején hiába támadott másfél percig a pirosmezes Telekom Veszprém, csak a második támadásból tudott gólt szerezni Rogério Morales révén. A hatodik percig előnyben volt a Veszprém, de ekkorra a Szeged fordított, kihasználva az egymást követő veszprémi kiállításokat. A jól védő Mikler indítását követően Schellmann már két gólos előnyhöz juttatta a szegedieket. Ekkor azonban keményített a védekezésén az építők, a kapuban Cupara váltotta Corrales-t, bejött Nenadics és Lékai is, és jött is az egyenlítés. A két kiállítása után szinte hibátlanul védekező Blagotinsek támadásban is betalált, így oroszlán részt vállalt a felzárkózásban. Ami a két kiállításomat illeti az első 9 percben, nem is akarom kommentálni. Ez kézilabda, bármi megtörténhet a pályán. Azért a fejemben abban a pillanatban nyugodt maradjak, a játékra fókuszáljak és ne csináljak semmilyen buta hibát. Igazából nem úgy kezdtünk, ahogy elterveztük, de aztán megtaláltuk a ritmust, elkezdtünk jobban játszani. Bombás találata után vezetett utoljára a címvédő Molpik Szeged, ezt ugyanis 3 veszprémi gól követte. Nenadics lövésével már 13-11 volt az állás, ezt Jakja toldotta meg még egyel a szünet előtt. Vladimir Cupara is nagyokat védett, sajnos az ex-veszprémi Mikler Roland sem maradt el tőle, így lett 14-12 az állás a szünetre. A csapattársaim kiválóan védekeztek, és rengeteget segítettek nekem azzal, hogy védésekkel tudjak beszállni a meccsbe. Mit is mondjak? Most jól védtem, de nem az számít, hogy éppen ki van a kapuban, csak a győzelem, mert mi egy csapat vagyunk. Tényleg nem számít, kinek van éppen jobb napja, csak az, hogy a csapat megkapja a támogatást a kapuból is, és akkor meg lesz a győzelem. A szünet után Cupara ott folytatta, ahol abbahagyta, kezdésnek megfogta Radivojevic hetesét. Juan Carlos Pastor, a szegediek mestere, bevetette a 7-6 elleni játékot is, de ez olyannyira nem volt eredményes, hogy Kanté Mayé góljánál először vezetett 3-mal az építő. Mayé utána még egyszer betalált, látszott rajta, hogy nagyon akar. Nem én voltam az egyetlen, aki rendkívül motivált volt, mindenki nagyon akarta ezt a kupát, ezt a győzelmet, és mindenki motivált volt. A meccs viszont elég mocskos volt, úgy értem, talán nem a legszebb mérkőzés volt kívülről nézve. Ebben a periódusban a Telekom Veszprém támadhatott a 4 gólos vezetésért is, azonban hiába, és az utána kapott 2 perces kiállításoknak köszönhetően megint fel tudott zárkózni egyre a Szeged. De csak átmenetileg. Abban a szakaszban, amikor egyszerre 5 játékos töltötte 2 perces büntetését a kispadon, Nenadics újra betalált, majd a kiállított Cupara helyére visszaálló Corrales indításából Manaskov belőtte az üres kapuba a 23. veszprémi gólt, és először a meccsen 4-jel vezetett az építő. A második félidőben picit jobban játszottunk, határozottabban védekeztünk, volt néhány remek védés, és így lett 10 percre a vége előtt 4 gólos előnyünk. Csak aztán megnehezítettük a saját dolgunkat azzal, hogy kihagytunk néhány zicsert. A Szeged nem hagyta annyiban, és az utolsó 8 percben szépen lassan zárkózott. Jókor jöttek a meccs végére 6-ig jutó Omar Yahya idegnyugtató találatai. 27-24 után azonban még 2-t lőtt a címvédő, így Kasparek lövésével 30 másodperccel a vége előtt feljött egyetlen találatra. Petar Nenadicsnak azonban helyén volt a szíve, nem járatta a labdát az utolsó pillanatig, hanem a lehetőséget meglátva zicserig jutott, és belőtte azt, ezzel megszerezte a kupát a Veszprémnek.
Te mit éreztél akkor? Akkor abban a pillanatban nem túl jót, hiszen én hagytam ki pont ezt az ígyszert előtte. Ezt gyakorolni is fogom, de mostában valami pekkes szériában vagyok, vagy nem tudom mit rontok el, de ezt majd kijavítom. De én éreztem egész mérkőzésen, hogy kézbe tartjuk ugye a mérkőzést, komolyan vettük az elejétől fogva, nagyon komoly védekezésünk volt, és nagyon komoly támadójátékunk, és be is érett a végére. Nagyon komoly erőket mozgósítottunk csapatként, szinte mindenhonnan betaláltunk. Mindenkinek megvolt a szerepe, és mindenki elfogadta ezt a szerepet. Nagyon megnyugtató volt az egész meccs alatt, hogy mindenki kiváló munkát végzett. Szamba, azaz Moraes egyedül volt a posztján, és elképesztően játszott. Rodri és Vladi a kapuban szintén remek volt. Kiválóan játszottunk csapatként, és nagyon büszkék vagyunk rá. A 28. gól pedig a 28. Veszprémi kupa sikert jelentette, amely természetesen új rekord. David Davisnek viszont ez csak az első volt, hisz két éve elbukta csapata a döntőt, tavaly pedig a koronavírus fosztotta meg a lehetőségtől. Lékai Máténak nem az első kupa győzelme volt ez, de az első csapatkapitányként. A legeslegfontosabb az, hogy nyertünk. Egy ilyen döntőben mindig az a legfontosabb, tök mindegy, hogy hogy játszunk, milyen mérkőzés, ki teljesít jól, vagy ki nem. A legfontosabb az, hogy nyerjünk. Küzdős mérkőzés volt, amire számítottunk. Én is próbáltam hozzátenni a magamét. Többé-kevésbé sikerült, azt gondolom. De most már nem foglalkozunk ezzel, hanem nézünk előre. A Magyar Kupa az egyik célunk kipipálva, de jön még a bajnoki döntő is. Hát természetesen a BL-be is szeretnénk bejutni a Final Four-ba. Aztán ott majd meglátjuk, mi lesz. A rengeteg jó teljesítmény mellett ne feledkezzünk meg Rogério Moraesről, aki Nenadiccsal együtt 5 akciógólt lőtt, viszont a szerbel ellentétben 100%-os hatékonysággal. Kemény meccs volt, mint mindegyik Szeged elleni. Nagyon jól játszott az ellenfél, jobban, mint az ezt megelőző két meccsen. Nagyon boldog vagyok, hogy segíthettem a csapatnak. Fontos pillanat volt, amikor kiderült, hogy Nilsson nem játszik, mert ő mindig harcol, mindig 100%-ot nyújt, nem csak a meccsen, hanem edzésen is. Boldog voltam, hogy segíthettem a csapaton ebben a fontos pillanatban, és megszerezhettem az első magyar trófeámat, a Magyar Kupát. Tudom, és mindenki tudja, hogy mennyire fontos ez a klubnak, a szurkolóknak. Így számomra is fontos. A koronavírus járvány miatt az érmeket a protokoll szerint a csapatkapitány Lékai Máté adta át csapattársainak. Jó érzés volt, megmondom őszintén, jó érzés ennek a csapatnak a csapatkapitányának lenni, büszke vagyok rá. Magyarként a Veszprém csapatkapitány szerintem ez a legjobb dolog az életben. Úgyhogy jó érzés volt átadni az érmeket, meg hát nyilván az még jobb volt, hogy aranyat adhattam át, és nem ez is több. A Telekom Veszprém az aranyérmek átadását követően átvehette 28-szor is a Magyar Kupát, és aztán jöhetett az ünneplés. Továbbra is veretlen a Telekom Veszprém a bajnokságban. Az építők ezúttal a koronavírus fertőzés után visszatérő Ferencváros otthonában aratott magabiztos győzelmet. Tönészen góljával kezdett a piros-fekete mezes Telekom Veszprém a Népligetben, de az elején rendre egyenlítette az FTC. Aztán 2-2 után mindkét veszprémi ember hátrányt góllal fejezte be a Siskárjov-Makeda páros, így már 6-2-re vezetett az építők. A villám gyorsan kapott újabb 2x2 perces kiállítás ellenére a különbség nem csökkent, hisz a Fradi csak 10 perc után talált be először átlövésből. Aztán, amikor Corrales védése után Siskárjov megiramodott, már 13 hét volt az eredményjelzőn, időt is kért Horváth Attila, a házigazdák mestere. Nem sok sikerrel, ugyanis az orosz szélső továbbra is szakmányban gyártotta a gólokat, hétig jutott a félidő végére, ráadásul a Ferencvárosból előbb Imre, majd Prajner is megsérült, utóbbi vissza sem tudott jönni a pályára a sérült bokájával. A félidőt Markussen gólja zárta, ezzel alakult ki a 19-11-es részeredmény. A második félidőt Lékai Máté kezdte góllal, de nem nagyon sikerült növelni az előnyt, mert többször is betalált a Fradi. Kovacsics gólját követően harmadik hetesét is kihagyta a Veszprém, hiába állt oda Strülek után Makeda a büntetővonalra. Corrales védését követően azonban Lékai javított, és aztán a 10 gólos különbség is meglett 23-13-nál.
Csiskárjov 8. gólja pedig a 28-16-os előnyt jelentette, így megint időt kért az FTC. Corrales újabb bravúrját követően azonban megint Ströle kiramadott meg, és már 13-mal ment az építők. Ekkor előny tudatában pedig David Davis becserélte a fiatalokat. Jött Lukács Péter irányítónak és Ilics Zorán jobbát lövőbe. Utóbbi szép góllal mutatkozott be. Amikor Kante Mahé a hajrában végre értékesített egy hetest, már 15 góllal vezetett a Veszprém. És ugyan a Ferencváros dobta az utolsó 4 gólt, de így is magabiztos 39-28-as győzelmet aratott az építők, és megerősítette első helyét a tabellán. Az elejétől komolyan vettük ezt a mérkőzést, hiszen azok a viszonyok jöttek vissza, hogy a Fradi nyerni akar ellenünk, így is készültek, volt is rá idejük. Nekünk nagyon nem túl sok időnk volt erre a mérkőzésre fölkészülni. Próbáltuk játszani a játékunkat, amit szoktunk játszani, és ez jól is csináltuk, és meg is nyertük ezt a mai mérkőzést, és megvan a 2 pont. A felső ágon második negyed döntőjéhez ért a Telekom Veszprém kőpapírolló bajnoksága. Ezúttal a Petar Nenadic Kent Robinson-Nielsen összecsapás következik, amely ahogy a pályán, úgy itt is hozott egy-két érdekes Nenadic megmozdulást. Elég jól ismerem Petart, úgyhogy ez könnyű meccs lesz a számomra. Ha csak be nem férkőzöm az agyába, ahogy mindig. Na lássuk csak! Petar Nenadic tehát 10-6-os sikerével könnyedén jutott be az elődöntőbe, ahol majd Blaž Blagotinšekkel csap össze. Ahogy ígértem, beférkőztem az agyába, és onnantól kezdve gyakorlatilag saját magát verte meg. Nem hiszem el, hogy megint elkezdett trükközni. Mit tehettem volna? Csaltam végig, persze. Csaltál, mint mindig, de nem vagyok meglepve. A következő adásban az alsó ág első negyed döntőjével, a Lékai Jahja összecsapással folytatjuk a sorozatot. Köszönjük figyelmüket, ennyi volt mára az Építők magazin. Tartsanak velünk 2 hét múlva is, viszontlátásra!